Június 24-én kezdődtek azok az építési munkálatok a Fehérpalota üzletközpont területén, melyek után nem sokára fizetős lesz a parkoló. A többek között a Médiamártnak és a város kisebbik Tescójának is otthont adó bevásárlóközpont parkolója eddig ingyenes volt, amit hétköznapokon a környéken és a belvárosban dolgozók, hétvégente pedig a fehérvári piacra érkezők is kihasználtak. Információink szerint már augusztus elejétől működött volna a fizetős parkoló, de végül valamennyit csúsznak a kivitelezéssel. Úgy tudjuk, hogy az első 2 óra parkolás továbbra is ingyenes lesz, csak a 3. órától kell majd nagyjából olyan nagyságrendű parkolódíjat fizetni, mint az Alba Pláza esetében. Vagyis ha értesüléseink helytállóak, akkor ez óránként körülbelül 200-300 forintot jelenthet majd. A munkálatok jelentős részével már elkészültek, már csak az utolsó simítások lehetnek hátra a rendszer élesítése előtt, ami információink szerint legkésőbb heteken belül meg is történik. Megkerestük az illetékes üzemeltetőt azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételekkel lehet majd parkolni a jövőben, de híradónkig nem kaptunk választ.